kis erdélyi ország, illetve Magyarország történetében, ha jó mélyen beletekintünk a történelemkönyvek lapjaiba, alig akad olyan század, korszak, Szent István óta, melyek nem a főurak közti, illetve a főurak és a fejedelem, vagy esetleg a király közti nézeteltérések, ellenségeskedések ne jellemezni. Ez alól talán kivételt képez Mátyás királykora, valamint Erdélyben Bethlen Gábor fejedelemsége, amikor Erdély a Tündérkert nevet kapta, habár ez az időszak sem volt teljesen zökkenőmentes. Az ezt követő időszakot a főurak közti, illetve a főurak és a fejedelem közti nézeteltérések, torzsalkodások jellemezték, az úgynevezett testvérháborúk, s ki hol a török szultán, hol az osztrák uralkodóház pártfogását kérték, legtöbbször a vagyon és a hatalom megszerzése miatt, melynek sokszor véres leszámolás lett a vége. Egy ilyen Bánffy Dénes és első Apafi Mihály közti véres leszámolásról számol be Tali Kálmán Bánffy sírja című költeményében. Báró Losonci Bánffy Dénes, erdélyi főúr, családja részére hatalmas vagyont, sok birtokot szerzett, példának okáért Gyaluvárát, s majd Bécsben jártakor megkapta a bárói rangot is. Bánffy, aki Kemény Jánosnak, Apafi Mihály nagy ellenségének volt a híve, fokozatosan szembe került sógorával Apafi Mihálya. Bánffy és Apafi között a viszony véglegesen 1665-ben mérgesedett el, amikor Apafi vagyont követelt vissza Bánffytól, többek között Gyaluvárát is. Persze ide Bánffy már rég beköltözött, és melynek felújítására sok ezer tallért költött, és hallani sem akart a visszaszolgáltatásról. Apafi egy ingatag jelen ember volt, kit felesége Bornemisza Anna és Apafi kancellárja Teleki Mihály erősen befolyásolta. Sorsát valóban az pecsételte meg, hogy morsága és vagyonának gyarapítása miatt szembe került más Apafi támogató urakkal is, mint például Bethlen János, Bethlen Miklós, Béldi Pál, akik 1674 tavaszán elfogták Bánffyt, és az országgyűlés ugyanazért december 17-én halálra ítélte. Apafi Teleki Mihály kancellár nyomására az ítéletet aláírta, és Bánffyt Bornemisza Anna fejedelemasszony közbenjárása ellenére lefejezték. Báró Losonci Bánffy Dénesről, akit a legenda szerint a bethleni vár tövében temettek el, sem rajz, sem festmény nem maradt fenn. Tali Kálmán, Bánffy sírja. A Bethlen vár tövében ottan alszik Erdélyország dicsősége, ottan alszik örök álmot, örök álmot, örök éjbe. A bethleni vár tövében szunnyad-szunnyad Bánffy Dénes puszta sírban, oldalához eltemetve nem kopja, kard, egy bilincs van. Rozsdás bilincs, nehéz bilincs, az álnokság verterája. Vénteleki, gonosz ravasz irítsége, istentelen praktikája. Így áll, uram, fejedelem, itt a jóbor, ezüsserleg, megbocsás, búzsgondjaidból, hogy vidámabb kedve hozni, vágylak, merlek. Így áll, segíts ravasz fejem, bódítsd előtt, kába mámor. Vár, te dús, te büszke Bánffy, elvesztél, bár olyan egész nyalka tábor. Jóborodva, Mihály Druszánk, töltsön újra a kigyelmetek serlegembe, s borlángjától eszét veszti gyönge ember, szegény Erdély fejedelme. Nagy kegyelmű fejedelem,
itt az idő, hálomat, hogy vetni kezdjem. Milyen büszke az a bánfi? Helyi veszély van, nagy veszély van közeledben. Udvara, mint fejedelemé, vára fényes, gőgje, mint a székely bércek. Hely a gonosz trónra is, trónodra is áhítozik, uram, félek. Trónomra, de igaz, igaz, van való is a dologban. Hűségeért, hogy fölfedé, kegyelmedet mondja, miképp jutalmazzam. Itt az írás esedezem, apafi, haj, kába fővel aláírja. Bánfinak feje vétessék, telekié, minden java, hivatalja. Csáki László, Csáki László, itt az irat, reád bízom, hajtsad végre. Vén teleki, jó volna ám gondolni a meghalásra, üdvösségre. Kelj föl, gonosz ember! Mit tettél? Szólj, kényszerítlek az Istenre! Kiontád az ártatlan vér, te, Erdélynek legnyomorúbb fejedelme! Mit beszélsz te, feleségem? Mit beszélsz te bűnről, vérről? Én nem tudok semmit, semmit. Telekinől mulatgattunk tegnap déltől. Vedd vissza az ítéletet, írj! Bánfinak kegyelem, így, írjad, jól. Menj hűszolgám elevéllel, menj Betlembe, szilajlóval vágtasd gyorsan. Menj, de várj, ha későn érnél, vide bársony takarónak, szemfedőnek. Száll a szolga szélrohanva, fejdelemnő, szemeibe könnyek jönnek. Betlehemi vár börtönében, ottan alszik Bánfi Dénes. Szép nejének hattyú karja, átöleli, ölelése olyan édes. Ajka, mint a fülmiléjé, szelíd szerelmről suttog, édes kedves, s álmában is úgy mosolyog, olyan boldog. Ébredj föl, Bánfi uram! Ébredj föl utoljára! Gyorsan, künn a várudvaron, a bakom már készen várja. Vad hangokra, szép szelídnő holtra rettem, hogy fölébred, s az ébredés halált hoz. Szerelmetes bús szívének. Fáradt lovag a várkapun késő éjjel ott dörömből. Nevében a fejedelemnek bocsássatok be, a kaput nyissátok fel. Hallja Csáki a kiáltást. Bánfi Dénes, térdepelj le, vágj, bakó! Vágj, csak hamar vágj, nincs szükség a halottnak kegyelemre. Villog a várd a holdvilágnál, elsápadnak a csillagok haloványon, mi lengeti a fák lombját, Bánfi lelke száll a mennybe szellő szárnyon. Nyithatjátok a várkaput, kegyelemnek többé immár semmi haszna, s a hűszolga Bánfi testét sötét bársony szemfődővel betakarja. S eltemették, lobogott sem tűzve gyászos sírhalmára, a sziklavár fájdalmában megingott, és csak hogy le nem roskat rája. Ott a sírja, ottan alszik a nagy honfi bús homályban. Véleszúnyad Erdélyi ország dicsősége szomorú, mély hallgatásban. És a hont, ha vészek érik, régi kronikákban írva, szép, piros vért buzog fel az álmodó hős, koszorútlan, puszta sírja.